Az átrakó állomás karbantartása miatt elnapolta az eredetileg meghirdetett időpontot a szolgáltató. Az NHS Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. Az önkormányzattal közösen így szeptember helyett 2019. november 9-én és 16-án szervezi meg idei akcióját a megyeszékhelyen. Október folyamán a cég egyébként 16 településen végez lomtalanítást, így a szolnoki időpont novemberre lett kitűzve. Az NHS kéri a lakosságot, hogy addig a szeméttároló edények mellé senki ne helyezzen ki lomot. Az akció szabályai és ütemezése változatlan, további részletek és a lomtalanítás városrészekre bontott térképe a www.nhsszolnok.hu weboldalon érhető el.